Az üzenetek betározva, azzal lesztek elárasztva. Mi vagyunk a legnagyobbak, a tudás égszik taposnak. Elég volt most már ebből, a jövő most tehető. A kártyapakli feltő, ezt nyomom most fejből. Eljött a végítélet, tudásék, na meg a kísérlet. Átveszik most a koronát, lejátsz tovább az ostromát. Nem érdekel mi a színed, a tiszteletet megfizeted. De mostantól nincs kivétel, engem a kék vér vezérne. Tájátok félre az útból, felkerekedünk a múltból. Borból építünk várat, ez tovább nem várhat. De a Tibi elfáradt, rád üríti a tárat. Húzzál innen te bánat, veszélyt baszom én már szállat. Klasik szétszó, mögöttem a sok dénó. Ne keresek, nem jövök némó. Egyenesen karátról ütlek gyomron a hányszor. Felemeled a szabadat, miért utánozod a madarat. Vereben vagy fágott, nem érdem ezt a pártost. Messze vagy tőlem egy pákost, nem hívott senki, hogy a távos. Tudásségnak végre, megszaladt a bére. Senki sem lök félre, kisegyen a kocka tére. Ismernek a sitten, ismernek a jardon. Ismernek engem minden, kibaszott utca sarkon. Mi vagyunk a tudásék, elég súlyos arcok. A lelkünkben meg ott vannak a gettóból a karcok. Itt van Antinem Héhó, mögötte a sok nénó. Egyenesen karátról jöttem át a nyárból. Elég volt a magányból, meg a sok utcai vagányból. Állomási csavargók, a Dudás Anti rákapcsolt. Autival járok, a Tibi meglambóval. Elkaparunk benneteket a tetve saras hóval. A zsuki meg majd beinti a testeteket szóval. Csubislag Gabi, jó reggelt mindenkinek. Elaludtam volna? Szerep, egy lélek, tedd élet, nem félek. A buszaszadó nem kérek, na posta jönnek itt a nagy pénzek. Bármi gondban elintézem, elég drága lett az ízlésem. A nélkül hozd a piám, hogy én megkérem, kurva nagyra nőtt már az igényem. Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség fele bírnom élek, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az el rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizetsz is majd érte. Tanti lett az én testvérem, ha bajba kerül, megvédem. Hogy belénkeljen, nem kértem, aztán 50 is már beértem. Ilyenek a tudásség, ha baj van, akkor nincs fék. Neked viszont lőttek, nem tudom, ti mit hisztek. Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség fele bírnom élek, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az el rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizetsz is majd érte. Attól, pusítunk kis. Halló. Mediasítő. Hogy miért nem üzletelek? Tudod miért? Egy újabb nap. Mindenki várja az álmomat, megint egy sziréna rázza. Nem igaz, baszd meg, hogy nem lehet aludni sok kis köcsög, főleg a Maugli. Vannak dolgok, amiket most sem értek, a bandák miért megi húsokat mérdek. Nincsenek az utcán rejtélyes alakok, cserében mindenki árulja a falatot. Étterem maffia, mindenki vágja, kalóriáról ennek az ára. Benne vagyok az iparban régóta játszva, a mesterfokozatra mentem a csúcsra mászva. A hős utca nektek. Maradjon meg etelő, ugyanis a stílus komolyan, mint nyugaton. Gurinak a lányát meg fogom szerezni. Tehát kívánsága volt, nem pedig hamisték. Betépek a képbe a bongcsőre töltve. Mindjárt meghallgatjuk. A bajnok már rég el van döntve. Nem kell a rinya, s nem kell a feszkó. Ha szívozol neked szopó állat, a dresszkót. Fegyverek, jó és a tudsz a zsebemben. Keresnél, megtalálsz az egyzőteremben.
rosszak a róink, a pokorra mennek, a bosszunktól csicska, az Isten sem ment meg. Kopók, a zsekkák, a jardok a nyomomban, az erő a véremben és minden soromban. Választatsz, elbújsz, megszoksz, hogy fekszel, jó nagy a gödör, minden inasnak lesz hely. Megjöttünk magad, vigyázba vágjad, hogy itt neked lap jut, a szíjába vártad. Gyarló az ember és bűnös és az élet, a nagyon kutya baszik, ennyi a képlet. Fel. Én cukadom önmagamat, majd azt mondja, segítenek megoldani gondjaimat. Jött mert támadás lám, akkor is számíthat. Szóval nem is jöhet más, akkor is tartom a hátamat. Én is elválom tőle azokat, amit én megtennek érte. Itt gók el az élet, magadat kell, hogy felfogd észel. Itt szok az ember vészel, ezzel a veszéllyel. Addig van életed, míg a nyújtsz a kézzel. És ha megszerezted, már mehetsz és a fleszel. Mászok meg, nosztalgiázol, elviszel. És lépjét túlva helyre viszel. Te ideje lépni a végét, teljesen elveszel. Zállamod szöveget egy jó kis flösszel. Akasd jele. Este lesz át az éjjel, tudás segítőn ele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger nyálnak, ők soha nem lesz vége. Eladom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi fengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot hívnak, hogy ajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. A fegyverbe tárazva, meg készítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Jegyezd meg, csöves a tudásik a bikát. Benézel a kocsiba, hátul ott vannak a picsák. Minden jobbok kijut, nem sajnáljuk a lóvét. A szexben nem a fontos, hanem a részvét. Eljött az este, lesz át az éjjel. Tudás, hogy kimond, ele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger nyálnak, ők soha nem lesz vége. Eladom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pénzt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok fölék, szavaztok. A hátunk mögött csak azt a lomot hívnak, hogy ajok. Ne szóljál be nekünk, mert egyből oda csapok. A fegyverbe tárazva, meg készítve a kocsiba. Ha betámadnak inket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Na, szavaztok! Csubi mindenkinek. Egy kicsit elszúnyogáltam, az a helyzet. Elszúnyítottam, és így egy másfél órás csúszásba keveredtünk. Kevertem magamat. Igen. Dilo kezdett el csinálni egy zenét. Kezdette, meg is csinálta gyakorlatilag. Barátnőjének csinálta. És... Cséppelig segítettem neki. De hallgassuk is meg, hogy végül is mi lett belőle. Aznak megy a játék hang közbe. Hát mindegy, nem fog bezavarni szerintem. Keresi a szíved, miért nem leled a társad? Mégse nem felemészt az élet, éppen ismét lerántal. Mélybe keresi a szíved, miért nem leled a társad? Mégse nem felemészt az élet, éppen ismét lerántal. Mélybe nekem meg
van, ami másnak még nem. Szerelem lángja ég a fiat a szívben. Én nem kerestem hidd el, szívem romokba volt törve. Azóta minden egyes dobbanásom örömmel van töltve. Szaladnak az évek, velük repülnek madarak. Van, hogy nem haladnak célok, megmaradnak falak. De felkarulnak érzések, reményteli képek. Itt vagyunk mi egymásnak, remélem így érted. Nem lehet elvárni, mindenki kell állni. Ha elkapar az élet, egymást tudni kell kiásni. Mindenki hibázik, elesik vagy mászik. A társnak kell segíteni, a másiknak felállni. Újkor a könnyebb fut, mikor a könnyebb út. Nem várt be, megbántott, késő már ennyi volt. Lehújt az első volt, mardos a lelked, hogy tehetted ezt, abban bízol, csak rémálom. Jó, jó. És nem hallod, bazd meg, nem hallod, hogy rámentem? Hallgass már, hogy dupla. Másiknak felállni. Újkor a könnyebb fut, mikor a könnyebb út. Nem várt be, megbántott, késő már ennyi volt. Lehújt az első volt, mardos a lelked, hogy tehetted ezt, abban bízol, csak rémálom. Keresi a szívet, miért nem leled a társad? Mégsem felemészt az élet, éppen ismét leránt a mélybe. Keresi a szívet, miért nem leled a társad? Mégsem felemészt az élet, éppen ismét leránt a mélybe. Csak egy pillanat, elillan a tavasz. Egyszer szerte foszli minden, de remélem te maradsz. Melletted a helyem, lelkemből egy darab. Csak ez van itt számodra, nincsenek már szavak. Eltűnnek a kételyek, leomlanak a falak. Kiugrott a nyúl is, végre nem kell már a kalap. Megmaradt a bizalom, ebből lesz az alap. És egymás karjában várjuk, hogy felkeljen majd a nap. Keresi a szívet, miért nem leled a társad? Mégsem felemészt az élet, éppen ismét leránt a mélybe. Keresi a szívet, miért nem leled a társad? Mégsem felemészt az élet, éppen ismét leránt a mélybe. Jó, szerintem fasza amúgy, fasza. Szevasz Gerikó, szia! És Csórinak is szia, szevasztok, csumi mindenkinek. Szerintem jó lett. Szerintem baszó. No, ott hagytuk abba, hogy elindultunk a DeLoreannel. Szia Peti! Elindultunk a DeLoreannel, és nagyon szívesen, Dilo. És hát valami történt útközben, ugye? És most onnan folytatjuk, hogy valami történt. Na de vajon mi történt? Hát majd most mindjárt kiderül. Haliali RDR 2-t... Nem tudok neked okosat mondani. Nem tudom. Csinálják a srácok, de hogy mi van vele? Fogalmam sincs. Nem tudom. Mondanék neked valamit, de tényleg nem tudok. Na, kezdjünk. Nézzük meg, hogy mi történt valójában. És kamera nélkül akartam kezdeni. Nem baj.
Isaac! 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 Olyan picsába vagyok. És mi is történt? Mentünk a Deloriannal, aztán Isaac eltűnt, és én is. Mondtam neki, hogy ne nyomja meg azt a rohadt gombot. Remélem nem történt nagy baj. Isaac! Ott a börtön. Akkor itt az autópálya. Csába. Itt vagytok? Tiszteletem, itt vagyunk kint a parkolóba. Milyen évet írunk? Miért? Csak kérdezem, hanyadika van már? 3 évet. De 22-e van, esetleg partiban volt tegnap fénynek. Milyen év 22? 24.03.22, József. Eljöttem. Több esetig elmenjünk meg el? Igen. A börtönnél vagyok. A keleti autópályán a város fele. Ez szerint nem sikerült. De akkor hol a kocsi? Rendben, esetleg el tudnak, hogy egy terepünk mi? Tessék? El tudnál külni egy telefonon? Na, nem kell, József. Azt mondta ott a börtönnél kint, akkor menjünk, tudom hol van. Igen, igen. A börtöntől vagyok kicsit a város fele. Már is érkezünk. De akkor hol van Isaac? Nem sokan a kocsikba egyébként. Jó, te? A Bálinttal elindultunk, József. Rádban van. Siessetek, majd esik az eső. Ez arrafele Bálint esik. Megpesszett,
Mi történhetett Isaac-kel? Benne vagytok? Itt vagyunk az övzőben. Esetleg el tudnám mondani még egyszer, hogy merre lehet? Igen, itt a börtönnél. Az autópályán a város felé. Sziasztok! Tiszteletem, főnök! Hosszú történet. Értjük. Jó érzi magát, főnök? Hát nem. Vannak bennem kérdések. De például? Hát mindegy. Hol lehet Isaac? De nem mindegy, ha minket is érint, akkor már nem mindegy. Na, titeket is érint, de már megkérdeztem volna. Ja, jó. Tudták, hogy egy kárpátia koncerten elkérnek 900 forint, kapott egy dobos seréje. Ah, hát az nem is sok. Egy dobozért. Hát... Jézusom! Oh, jaj! Mit csinálsz, János? Megcsúszott a rendőr esőbe a kocsi. Megcsúszott. Nem is akartam nyomni a féket vagy a gázt, ezt akkor megcsúszott. Tessék, főnök úr! Hát, köszönöm. Picsába. Picsába, hol lehet Isaac? Rohadt életbe. Jóra, fitonok rendőrök, beengedem őket. Á, rendben. Rohadt életbe. Bálint, itt van az ajtó, be tudtok itt jönni. Ja, hol vannak? Ah, itt van a kintem. Képzel, elrabultak ma. Na, nem mondja. Ja, trombitás. Már megint? Én kedves akartam lenni, mert megverték az utcán. Rendőrök! Ez meg elrabolt. Jó napot, kivágok! Tiszteletem, Bálos úr! Szép napot! Hogy vannak ma? Minden szuper. Éppen széggel a kollégáinak jöttem szólni, hogy ugye emeleti székon ellopták az egyik gépjárművüket. És volt egy boltlab lesz, majd a kollégáik jókorán majdnem, hogy akadályozták az üldözést. Nem saját akaratukból, de
konkrétan akadályozták az üldözést azzal, hogy ott kelintek a üldözött gépjárműkkel. És csak jöttem szólni, mint kollega a kollégának, hogy legközelebb ezt hanyagoljuk olyan télemmel, tényleg zavaró tud lenni. Természetesen, azonnal utána járok a dolgoknak. Már elméleti székon a kaldoszul volt, meg még valaki ült a gépjárműben, azt nem tudom, hogy kicsoda. Csak fél szemmel láttam. Fehér öltönyös úr ott volt, ez biztos. Akkor ő a másik. Minden esetre a gépjármű... Meg szerintem itt tőlem volt az úr, négyen ültek a kocsiba. A gépjármű az... Én nem voltam ott, az biztos. Mondom balra. Ja. Maga jobbra van. Nem, hát a bal kezem nem van, de... Én. Minden esetben lefoglaltuk a gépjárművet, tehát vissza tudják venni igénybe, hogyha szeretnék. Rendben, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és többször ilyen nem fog előfordulni. Nincs probléma tőle. Trombitás. És csak kíváncsi vagyok, meglepett ez, hogy lecsukták, vagy... Vagy bírságot kapott, nem tudom. De ahogy büntett történt, így természetesen jelen pillanatban szerintem már tölti a büntetését. Akkor börtön. Így van, így van, így van, börtön büntetés, tehát azért fegyverbirtok lesz, boltlablász, emberlablász, nem nagyon szoktuk ilyet cekkel büntetni. Hát meg lövöldözött, meg... Így van, tehát akár, hogy nézzük azért, itt már büntettek fel, de célunk. Nekem olyan kérdésem van, hogy ugye ügyvédként ki tudok kérni pár dolgot, nem minden, de valami. Az van a kérdésem, hogy a Tóbiásnak mennyi kell mi az életet tudni? Felpapír, a Tóbiás aláírásában, hogy ezt az információt kiadhatjuk magának. Ezt én rendben adhatok ki. Oké, beszélek meg. Én az éles ügyfele. Megbízása nélkül. Én szarlázok, menjünk be! Nem tudom milyen esőt lát maga, de remény. Na mindegy, köszönjük! Minden jót, vigyázzunk! Minden jót! Viszlát! Udan! És elnézést kérünk még egyszer. Nincs probléma, ezért csak szólok, tényleg, ne legyen. Szavasz Kevin! Szavasztok Csumika! Bocsánat. Nincs probléma. Ők elvárják, hogy mi minden információt adjunk meg, basszák a kurva anyjukat, már bocsánat, és felkorom magam. Amúgy majdnem beszóltam, hogy mondom, lekollégáznak, hogy ide jönnek szépen szólni, mint kolléga a kollégának. Azt akkor nem is segíthetünk semmi információkat, meg adjunk nekik, menjenek a picsába. Kicsit furák, de... ja. Szóval... Hát igazából elmesélem, mi történt. Carlost elrabolták, és utána az autó ott maradt, a Sonata ott maradt, és ezután a Trombitás ellopta az autót, és mikor megláttuk, hogy üldözik az autót, hát lemaradva, tehát próbáltunk azért hátrább állni, de követni őket. Tehát igazából nem volt annyi, nem akartunk beszállni az üldözésbe, csak hogyha sikeresen elkapják, akkor el tudjuk hozni az autót. Akkor nem ott kerintetek az üldözésbe? Tessék? Akkor nem úgy volt, ahogy a Sáó mondta, hogy ott kerintetek az üldözésbe? Hát egyetlen egyszer álltunk oda, amikor már kis hián beszorították. Annyi, hogy beálltunk mögé, hogy akkor ezzel az egyel próbáltunk segíteni, különben egyáltalán nem szóltunk közbe. Nem lehet segíteni. Szavasz, Vito! Nem segíthetünk. Érted? Nem szoríthatunk le senkit, nem dobozolhatunk be senkit a rendőrséggel együttműködve. Főleg, ha nem a mi akciónk. Soha többet eszetekbe se jusson ilyesmi.
Értettük. Rendben. Nem szabad és kész. Hagyjátok ott az autót, akkor ott van. Majd kifizeti a biztosító. Komolyan mondom. Ha nincs itt Tony, mindig megvan a baj. Kapjátok már össze magatokat, ne egy fekete nyomozót kelljen már előléptessek. Ledben? Ó, oh, világos, József? Igen, uram. Persze. Igen. Ledben. Akkor a fejmosást belekezdtem. Na, meséljetek, mi a helyzet? A jelenleg nem tudunk semmi érdekes dolgot. Próbáltunk, mi Józsefen volt a városba. Bizonyíték ilyen gyanús dolgokat figyelni, de jelenleg a város csendes, és egyedül a károsítónak az elrablása volt, ami talán érdemleges, de ugye azt a rendőrség azt az ügyet kezeljük. Értem. Van egy megbízásunk. Gyertek. Hátra megyünk kocsikba. Ah, professzor, milyen parfümöt azt? Nem tudom, ilyen macis, ilyen macis parfüm. Csak fingottam. A Pontalos az nem savanyú, ez kellemes illata van. Baba tettél? Melyik horror lesz ma premiérbe? Maradj itt te! Ja, meg babot! Na jó is az a balacsintába volt. Szeplőtlen, kemény? Ja nem együtt öttem. Csak benne az a jó. Hányosról fog kell lenni? Hát több. Ötten vagyunk, úgyhogy danítom kettő. Én viszont lerakom a szolgálatot, nem érzem jól magam. Igen? Igen. De mi a baj? Szarul vagyok, múltkor is szédelektem. Nem érzem jól magam most. Ó, az nem jó. Menjél be, főzz egy teát magadnak és pihenj le. Az lesz mindenféleképpen. Rendben, hát akkor nyugodt szolgálatot. Köszönöm. Szia. Szervusz. Hello, hello. Törmisztom a jegyelszem. Köcsös csaj van benne, azaz Főnix. Azaz, a Sydney, azaz. Vito el fog csöppenni. Gyertek. Akkor így már egy gépjárművel menjünk, rendben van a József. Kárdos, te így elbajon szött? Hát, azt mondták el, hogy elosztjuk a kocsikat így. Hát jó, de hogyha most elment a kolléga, akkor négyen vagyunk, nem? De igazi nyomozónak születtél, Kárdos, ezért vagy itt? De nem, de most tényleg, hogyha öten voltunk és két kocsival megyünk. Hát ilyen maradt. Igen, de most ment el az egyik kolléga, így maradtunk négyen, nem? Tehát ergo, beférünk egy autóba. Nem egy személyes, ez a szar? Nem. Ja, én meg azt hittem, hogy így elosztjuk egymást. Nagyjából. Mennyivel tudjuk osztani az ötöt? Kárdos. Hát az úgy van, hogy azt igazából nem tudjuk szabályosan hát elosztani, de... Ha fogsz egy láncfűrészt, akkor valakit elfelezhet. Na figyeljetek, itt van tőlünk jobbra ez a kis telephely. Igen. Van itt egy szürke galáz, amit meg kell figyelni, és amint valami gyanúsat láttok, le kell fotózni. Annyi, hogy ez a... Megkockáztatnám, hogy a pirosak csapatháza. Ahol neki a József már... Csapatháza. Nekem már van itt egy csomó fényképem erről. Ha megnézik, most is tele van piros motorokkal, autókkal, előbb most jött ki a... Ne, ott kell egy igen például.
a híradónál, és innen futott ki az összes? Vagy Lengben, meg kell figyelni a helyszínt. Én ma akkor írok egy nyomozati a jelentést, ahol van egy csomó képi bizonyítékom. Ezt igazából a napokban, amikor láttam itt embereket, akkor csináltam ezeket a képeket. Úgyhogy van egy ilyen 4-5 darab, ahol tömegesen is vannak. A képen látható Gustav is, a büdös Gustav, a Choro. Meg azt hiszem még talán még Rigóék is. És ez miatt még kerülnének börtönbe. Mert ott van nagy kapitős Gustav meg a Rigó. Én nem mondtam, hogy ez egy börtön, csak érdekes, akkor hogy egyértelműben beszélek, fegyvert keresünk. És bármilyen terhelő dolgot. Ezeket az információkat tudják a rendőrök is. Viszont nincs a kezükben semmi értékelhető. Értitek? Igen, értjük. Ötletek, tervek, hogy legyen? Úgyhogy ne legyünk lejöve, 2 perc múlva. Szerintem az lenne könnyebb, ha keresnénk egy felutat a tetőre, és észrevétlenül figyelnénk őket. Nem tudom, hogy a többiek hogy gondolják. Az a baj, hogy ahogy itt most megyünk a rekordba és nézem az elhelyezkedését, elég kevés helyről lehetne megközelíteni. Igen, elég rossz helyem van. Várjunk, megnézzek valamit. Gyere Bálint be, én nehezen fogok főmászni egy falon. Kocsi is kellene. De szerintem azért vedd le a nyakadból. Kocsi is lehet, kellene megpróbálni ráállni valahogy, hogy ne gorpadjon be. Jó lenne, hogy ne tudnám parkolni. Mi lenne? Innen akarjátok? Igen, igen, felmászunk a tetőre innen. Nem, nem ennyire. Hát én nem hiszem, hogy ez jó ötlet. Nem tudom. Hát... Megnézed, Bálint? Körbenézek. Hoppá! Én nem tudom. Én nem fogok a többi filmhoz, de nem vagyok én. Azonban kevés a búvóhely. De ahogy elnézem, minden át lehet másik tetőkre is menni. Tartasz? Segítesz felnyomni? Persze, gyere. Egy darab. Ide is. Várj, fogd meg a kezem. Van itt egy tető összeköttetés, innen már tovább tudunk menni a magasabb helyekre is. Ez tartom akkor már. Köszi, lökj fel. Aj. Meg. Fogd meg a rossz licc a kezemet. Gyere. Ho. Csúszik a kezem, bocsi. Nem baj. Ott van egy ilyen kisebb izé, kisebb tetőrész ott a behajtó fölött. Gyere! Rendben, tovább megyek! Jobb te! Kára, szóval futsz, ne hülyeskedj meg. Figyelnél, hogy vannak egy kint. Gyerek. Nem úgy nézett ki. Ha találtál valakit, akkor szóljál. Mert akkor tényleg nem figyeltem, ha van itt valaki, de nincs itt senki. Bekussolni.
fent vagyunk a legmagasabb tetőn. Én is mindjárt a helyemen vagyok. Kurva életben, hol lőnek? Nem tudom, itt mellettünk, nem messze. Jó, maradjatok a helyeteken. Tesszük. A rendőrök lőnek, rendben, nincs baj. Egy motoros küldöztek. Érkezik egy másik piros autó és állnak itt kint. Itt nagyon mozgás. Ja, azóta szültem két gyereket. Szevasz, Alek! Láttok valami mozgást? Két motor közelít.
Józsi, mondjad. Szia, Gusztávó. Csak be szeretném jelenteni, hogy átadatok kiadott területen nyomozunk. Az irodában szemben lévő telephely. Ó, oké, rendben van. Rendben, én itt a légi kórház tetején vagyok, három kollégám pedig a telephely környékén van. Jó, ha milyen ügyben, mi történt? Hát, ti adtátok ki a melót, hogy vannak információitok, viszont nincsenek terhelő dolgok ellenük, és hogy meggyőződésetek, hogy itt fegyverek vannak, meg ilyesmi. Régi kórház tetején? Nem, ott én vagyok. Ja, jó, oké, nyugodtan csináltok, bármire van szükség, szóljatok. Legben csak bejelentkeztem, hogyha segítségre van szükségünk, tudd, hogy hol vagyunk. Oké, és köszönöm. Rendben, szia! Hello! Van mozgás? Készítsetek fényképet a házból, ahova bementek. Annyit tudunk, hogy én hallottam, hogy csak a fegyverbe, meg az egyik félt, hogy elraboljék. És ott valami női hang, hogy nem fogja elrabolni senki. És följön kéne mennem, hogy tudjak fényképezni együtt. Nem biztos, hogy ő a tetőn van. Mondjuk te. Nem tudom, Vito, én ezzel a hallom, nem hallottam dologgal. Ezzel úgy vagyok amúgy, hogy IC megvan a lehetőséged arra, hogy suttogj, normálisan beszélj és üvölts. Ha te üvöltesz, azt hallják. Érted? Én, amit hallok IC, azt hallom. Én nem szelektálgatom. Mindenkinek megvan a lehetőség arra, hogy eldöntse, hogy beszél a játékba. Akkor most fegyverkeznek? Sejtéseim szerint igen. Arra alapozunk, amit hallottunk a körigen. Egy kapásban nem vagy feltűnő, de azért én ne gyakran csinálj.
Lövések. Hol van főnök? Én vagyok, ott lövések voltak? Igen, szerintem az épületen belül. Nem erősíteni meg, de Tech Nine-től hallottam. Józsi. Szia, az embereim azt hallották, hogy fel akarnak fegyverkezni az itt tartózkodók. Most pedig lövéseket hallottunk az épületből. Hát az a baj, most mi is nagy problémákkal küzdünk, mert folyamatosan támadnak minket, nem tudunk most reagálni semmire. Rendben, akkor folytatjuk a nyomozást. Rendben, köszönjük szépen. Szia. Vissza. Nincs most rendőri segítségünk. Tessék? Esetleg megtudhatjuk, hogy miért? Igen, támadják őket. Köszönöm. Oda megyek. A házhoz, főleg. Igen. Van egy ötletem. Szerintem sem, de figyeljük magát, amíg nem mond mást. Az kellene József, hogy itt a ház körül lenni a pár lövés, akkor kitaladnál a fegyvereset. Ja, mondjuk ezt lefotózhatnánk egy oldalról. Irányítsatok majd, hogy hol kell bemenni. Jobbra lesz egy vörös téglafal. Ott van egy kis kapu. Két elhúzhatós rácssal. Az az egyetlen bemeneti lehetőség. Nem rossz, vele megyünk vissza, tulasson. Jobbra tulasson ki, menjen tovább egyenesen. Így van. Ott a téglafal. És ott a kapun be lehet menni, és ott egy ajtó. Elbent az udvaron egy motor. Legyen óvatos. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Szomszéd! Szomszéd! Jó napot kívánok, szomszéd! Jó napot! Jó napot! Magától jobbra! Hova? Á, sziasztok! Mi? Hova? Nem tudjátok, lakik itt valaki? Igen, ez az én házam. Á, te házad. Értem. Igen. Fúcs, az anyukat hallottam bentről, jó van mindenki? Igen. Be szeretnél jönni, vagy mi? Mint jó szomszéd, csak aggódom. Be szeretnél jönni, megmutatom mindenki, jó van bent. Hát jó. Hát, megnézheted a vendéglátást. Persze. Egy cipőt levegyem? Ja, nem kell, nem kell. Persze, maradhat, maradjon nyugodtan. Mert... Milyen otthonos. Ugye? Jó estét. Cseh. Sumi, nyomi. Van képem, hogy bemegy. Milyen nem jól néz ki. Cseh, úristen, itt egy hegy. Yeah. Ez itt parkoló piros. Hogy nézel ki? Hogy nézel ki? Dok. Jézusom, pofi. Szép napot. Jó estét.
Hát nincs semmi, csak hangosan hallgattuk a zenét. Á, értem, biztos az, igen. Igen, igen, az zene lehetett, ugye? Az hasonlított. Igen, le kellett hallgatni, le kellett halkítanunk is amúgy, hogy meghalljunk. Én voltam már, azt hittem automata gép fegyverlövéseit hallom. Nem, dehogy is, dehogy is. A zenében volt benne. Ja, gangster rap, ugye? Igen, gangster rap. Egész nap azt hallgatjuk. Én szeretem gangster rap, igen. De hát nem zavadok tovább, akkor tovább jó estét. Kikísérlet, só. Sziasztok. Csumi nyomi. Hogy van az úrom úgy? Hát jól vagyok, köszönöm. Csak megijedtem, épültem az irodámba, aztán azt hittem már valami baj van. Ja nem, éppen dumálgattunk is gangsterre, meg ilyesmi, az egyik spanunk éppen rappelni készül. Igen? Aha. Na hát, sok sikert neki. Hát csak még nem tudja, ilyen zenei aláfestéseket akarunk csinálni. Aha. Neki. Keresünk hát, ilyen tudom, zenei kell alapot. Kell csattogni villával, a kanállal, a tányérral. Aha. Aztán valami csak kijön belőle. Hát. Jó, majd valamit biztos kitalálunk. Nincs valami ötlete? Hát nem tudom. Nem tudom, hát én nem azt a pályát választottam. Látom, azért látom. Na azért jó, Range Rover, ilyesmi, azért csak jó itt a nyomozónak. Hát persze, nem rossz, azért sose panaszkodtam. Kosti, köszönöm szépen az első szubit. Vagyis gift, vagyis szub. Hogy mondja? Én pocsi mondom. Igen, én is szeretem én is. Na jó, van, nem is tartom fel tovább. Ugyan. Hát akkor a viszontlátásra. Hát bevittek, körbevizevezettek, hogy nincsen semmi probléma. Viszont ezt a kocsit már ismerik, itt kell hagynom. Legalább tizet. Ez nem lenne jó. Ez a hova ugrasz itt? Azt mondom, le kéne ugrunk a tetőről. Hát jó, és hova ugrasz a betorra? Igen, nem lenne jó. Legalább 15 méter magasabb vagyunk, 20 is. Fontos a tervezet. Hát igen, annyit lenné vele, hogy nem ők ölnének meg, de a végeredményen nem sokat változtatna. És amúgy, hogy akarsz onnan lejönni? Kitalálok valamit. Van amúgy lincs a fél. Itt, amár elfutottam, itt keresztbe végigjöttek, ahol most vagytok a túloldalra. Itt igazából le lehet menni. Most folytassátok a megfigyelést. Úgy láttam, hogy valamire készültek amúgy. Esetleg fegyvereket látod? Azt nem, de láttam egy, és látszott, hogy golyóálló mellénk vesz fel. Hát
pozíciót váltok, mert ezek állandó szoktak elossodni szerintem. Gyanítom, mert most félnek, hogy mint a nyomozó. Tudják, biztos tudják, hogy nyomozó vagy főnek. Végen tudják. Mit szólna az elcsi elmenni a metróból? Itt lejáró túloldalára, ott nem lennék föltűnő. És onnan látnál valamit? Igen, látsó ajtajokat. Na ott mentek ki. Ez valójában az első ajtó. Ez a hátsó ajtó. Hát... most nekünk az átsó, Bálint. Gyakorlatilag egyáltalán nem. Hoppá, rendben. De tudom. Eszembe jutott valami. Hilles biztonsági lencsele, amit a kocsiba épített. Mint ha valami olyasmit mondott volna, hogyha bármi probléma történik ugrás közben, akkor a kocsi automatikusan visszateleportál az eredeti helyére. A kérdés már csak az, hogy milyen állapotban? Kárgos helyzetben, helyzetjelentést kérek. Futok át, nagy hívbe kikerülöm a helyet. A kurva életbe. Kérlek, kérlek, mondd, hogy itt van. Igen. Tudtam én, hogy bízhatok Killesben. Hát, nincs a legjobb állapotba. Szia, Flanky! Szia, Józsi! Ki jön ide? Mi jön ide? Mi van? Hova megy ki? Hova? A Guszti azt mondta, hogy beszéltél vele telefonon, és hogy valami fegyveres szervezet, vagy mi van? Hát, nem. Azt nem. Mondta veled beszélt a Gusztávó. A beszélt vagy nem beszéltünk fegyveres szervezetről meg, hogy megy bárki bárhova. Akkor mindjárt felhívom, hogy azt mondtam. Azt mondtam, neki nyomozunk. Ja, jó. Jó, próbáljatok meg körültekintően. Azok fegyverekről beszéltek. Ja, hát meg akkor jó. Mondtam neki, jó. Azt, hogy a terroristák elindulnak háborúzni. Jó, oké, köszi Józsi, szia, szia. Szia. Picsába.
Carlos. Zíciómat. Rohadt életbe! Szólok, hogy csináltak mozgást. Átsó vagy első ajtó. Geci, amúgy szerintetek ilyen van? De most komolyan kérdezem, ilyen létezik? Fánki 0-24-ben fent van a szerveren, de 0-24-ben. Két napja mióta RP-be akarom hozni, bazd meg nincs fent. Hogy a faszomba van ez? Már tükkel a szemem. Milyen foci meccs? Minden rendben? Picsába. Szógy Randó most tanulta ki. A csávó egyre random, vagy random tanul dolgokat. Uha, a picsába menjek, hogy jó legyen. Na mindegy, majd visszajövünk később. Most ment el szembe egy piros autó.
Csak nyomó, ő a nyomozó Józsi. Csumi, ez a Józsi. A csuma. Erre vártam már, mikor fogsz ide belépni az utcámba. Mi a helyikon, Józsika? Mi a rákon veled? Nem. Lehet, hogy kínos zolog miatt jöttem. Tényleg? Megint fegyvert akarsz venni, mint régen? Nem. Hát akkor... Egy bizonyos... azt mondja... Vladimir Boris... itt lakik esetleg? Vladimir Boris... Ez kicsoda? Ez oroszokkal mi nem szoktunk itt találkozni. Szerintem az Igor lehet, hogy ismeri. De ő csak ritkán járkál erre. Igor, ő esetleg... De nem itt lakik. Ja, értem. Lentben akkor nem ismeritek. Hát figyelsz, Józsika, ezen a környéken ilyen orosz nevezőtű faszi nem nagyon lakik. Rossz helyen keresed. Hát csak megkérdeztem. Mindenhol megkérdezem. Ja. Mert ez ilyen veszélyes figura? Vagy kell tartani tőlük? Vagy tőle? Hát azt nem tudom. Nem adhatok ki róla információt, tudjátok. Ja. Hát szóljunk esetleg, ha meglátjuk, vagy mi? De mégis, ja, hogy néz ki, vagy érted, mit tudtuk róla? Hát ilyen usankát visel, vagy kék fejkendőt. Ma ilyesmit. Az jó. Olyan trikót, fehér trikót, tetovált. Körülbelül, hát úgy. Talán akkora, mint te. Akkora, mint én. Igen. Akkor 1.83. Szerintem nem vágok ilyen tagot. Aha. Hát, oké. Köszönöm szépen. Jó, vagy szólunk. Jól van. Ja. Hát, sziasztok. Csak tessen várni egy percet. Ő maga a Városi József? Igen, pont erről akartam kérdezni. Hogy maga a Városi József? Nem, hogy megtudtatok valamit a puliról. Hát nem, és épp ezt akartam kérdezni, mert nekem az az információm van, hogy utoljára magával látták az apukámat. A keleti autópályán hajtottak el valami szuperkocsival. DeLoriannel. Nem biztos, nem. Szerintem még fényképem is van. A kocsiról? Mondjuk igen, az nem látszik, hogy benne ülnek, de a kocsiról van fényképem is. Hát eléggé biztos az infóforrásom, úgyhogy... Csak most akkor ez valami prank, vagy most akkor mi van? Megnézhetem azt a képet? Csak persze, átdobom SMS-be. Megtetszik adni a telefonszámát? Nem tudom, mi történt. 662 kötője 3196. Szevasz, Józsi. Szia! Te vagy a Skubak? Ja, csúbiztam tőle. Tud, te kezd jó, fejfedőd. Átdobtam a képet. Kösz. Ezt a képet még hónapokkal ezelőtt kaptam, miután eltűnt az apukám. Nagyon-nagyon rég. Annyit írtak mellé, hogy ebben az autóban látták utoljára Városi Józseffel elhajtani a keleti autópályán. De ami nagyon vicces egyébként, hogy annak idején a híradó tele volt azzal, hogy te meghaltál itt a ipari területeken, hogy keci nagy hídon. Hát ez egy hosszú történet. Akkor biztos az is prank volt. Hát igazából nem. Tényleg megtetszett halni? Igen. Mi van? Hát az hogy? Akkor most csak be vagyunk drogozva? Nem, én most tudom, már nagyon durva jobban vagyok. Te meghalt, de túlélte? Igen. Hát ez fassa. Ez jó. Hát most meg csak egy viszkit itt, de... És apukámról nem tudsz valamit? A csontörő báról? Nem igazán, bazd meg. Hát te baszt, miért nem... De Józsika, miért nem hívod fel? Hogy
Hát ez egy remek ötlet. De még nem próbáltam? Még nem is próbáltam felhívni. Rájuk csörgök, hogy hol van. Na! Na, hát az meg, baszki. Hát erre vártál ennyit? Ahol segítünk, ahol tudunk, mint régen, baszki. Gec. De mondjuk Jóska, az meg még jó múltkorában adta az a kurva, ez egy kis Renault vízivel átmentél a lábamon. Hát akkor egy pofon kiára. Hát az akkor azt le kell rendezni, Vajusz, nem? Ja, de nem, ezért Józsibával megbeszéltem. Ja. Tő, persze. Tő, meg volt. Hál' Istennek. A fájdalomdíj, az mert elintéztük Józsibával. Szóval akkor mi volt ez a DeLorean-es dolog? Akkor most ez, ebből mi igaz és mi nem? Semmi. Tényleg? Semmi sem igaz belőle, sajnos. Csak de nem ismerte az apukámat, semmit. Nem? Ezt, magyar ismertem. Hát... Nem tudom, mi történt vele, meg is megkezdett egy nővel, aztán eltűnt. Ez most komoly? Igen. Megint a Katarinával biztos. Nem. Nem, biztos nem. Hm. Ez jellemző lenne rá. Tehát másodszor is el lettél hagyva. Tehát ennyi. Hát de tényleg. Sajnálom, pontosan tudom, mit érzel. Csak, hát basszus tényleg, hát neked is eltűnt a fakterod. Ja. Csak én is tudom, hogy mit tetszik érezni. Lehet együtt vannak. Hogy érted, hogy melegek? Nem. Szerintem arra gondolt, hogy egy helyen vagy valami ilyesmi, nem? Ja. Igen, hogy valahol lehet, hogy egy csónakot csiszolnak. Kerülőbe menjél. Lehetséges. Basszus. Mondjuk bugyira van lenne, mindig Hawaii-ingekbe rohangált. És simán el tudom képzelni, hogy valami Karib-szigeten csiszolgatja a kis csónakját. Tehát vagy inkább Afrikában írtja a feketéket, én még ezt tudom elképzelni róla. Hobby szinten, úgy érzed? Tőle. Aj, rasszista volt az öreg, az biztos. Csak mondjuk, egy személybe újra teremti a ruandai mészárlást, meg ilyenek. Mondjuk az is lehet. Hát ja. Na jó van, megyek. Majd jövök. Hát Csubi Józsika. Sziasztok. Okay. Hát csokkolom. Szevasz, bazd meg. Hát ezzel nem lett csőve. Szerintem tényleg az van, hogy most kétszer is elhagyott. Hát ez tényleg. Szíved a lejtejét, szeretem, hogy van. Hazudott volna az a csá? Mondtad bármit? Elmehetünk? Úgy gondolod, hogy nincs már ott semmi? Ja, hát mindenki elment már innen. Ja, hát akkor persze, gyertek el a picsába. Rendben. Látom a kapakodat, Patti. Ti a Flaggy? Józsi, ne haragudj, nem akarlak megsérteni. Tehát a kihallgatóból főhívja az egyik emberedet, ezt a salomozós, nem tudom, hogy hívják, főhívja az elkövető, és ő elmondja egy bűnözőnek, hogy ti nyomozni vagy. Tényleg ennyire hülye? Itt a fülem hallatára elmondta a bűnözőnek, a Molnár Mártonnak a kollégád, vagy a beosztottad, tök mindegy, hogy nyomozni vagytok. És... konkrétumokat is hát konkrétumot neki. Nem mondod, de hát ez is elég info. Hát végül is nyomozók vagyunk. Hát bassz meg, de hát mi se szoktuk közölni az állampolgárok, hogy mit csinálunk, de ti tudjátok, én csak a fölösleges kellemetlenség elkerülésébe akartam, hogy szólni igazából. A Molnár Mártonnak. Molnár Márton, milyen ügyben vittétek be? Hát bűnözőtök mindegy, azt nem kell közölnöm. Hát jó, de emberölés, vagy könnyebb. Rablás. Nem, hát nem emberölés könnyebb, de hát akkor is egy bűnöző. Rendben, Franky. Igazából... Végül is igen, milyen alapon bárkinek elmondhatja. Hát, mivel tegnap is benn volt a kapitányságon, így lehet, hogy akihez tegnap is bejött, annak is elmondta. Az meg három paraszt volt, mordájukkal, meg éppen mindennel. Szóval ők már komolyabbak voltak. Hát igen. Na mindegy, én csak... Molnár Márton? Igen. Köszönöm. Szia, Franky. Szia. Főnök?
kurva életbe. Mi történt? Most hívott fel az egyik nyomozó. Ez a... Menjünk az irodába, mint... Hát mi egész jól kijövünk egymással amúgy, Dilo. Ó, bányit az irodóta nekünk. El kell mennünk, mert kerestek ügyvédet. Remélem. Csak nem érek el egy rendőrt se. Szóval ügyvéd úr. Hallgatom. Hogy áll a gyakornoka? A jelenleg a Bálint volt még eddig valam egyetlen egy ügyön. A első igazából így áll a felállás. Akit mondott nekem gyakornokot, nem is nagyon találkoztam még vele. Értem. Egyedül Bálint volt velem. Egyszerű alkalomkor, meg most lesz majd a... Igen. Ezt hiszem tegnap voltunk. Super. A Sean Gustav, a ügyvéd úr vagyok. Volt egy hívásom az egyik védencemtől. Hamarosan érkezem. Mert tényleg főnök... Van egy kis ügyem, azt gyors berendezem egy pár percet. Mementem megkérdeni a kórházba, hogy van-e bármilyen olyan jellegű kiképzés, vagy továbbképzés, és azt mondták csak akkor, hogyha... Csak a patológus végez ilyen munkát, és akkor, hogyha már egy évet eltöltött a kórházba. Tehát, mint ott dolgozó. Értem. Tehát, majd iratunk valami papírt. Valamit majd ki kell találni az ellen, igen. Hát én mondtam, hogy nem működik a gép. Én voltam a másiknek. Ügyvéd úr, jöjjön, mert maga miatt hívtam össze itt az embereket. Bocsánat, csak hát közben már nem kellett volna a Márton megvárja. Már nem fontos. Szóval... Elmondod a ügyvéd úr, hogy miért közli egy bűnözővel, hogy éppen nyomozunk? Milyen bűnözővel? Molnár Mártonnal. Csupa fül vagyok. Nem közöltem senkivel, önnek írtam egy SMS, hogy Clark menne kell. Venni és a többi kemetek a kockaparkba. Szóval nem mondtam Molnár Mártonnak, hogy nyomozni van? Egyáltalán nem. Ez érdekes. Akkor valaki hazudik. Milyen kapcsolatban áll ezzel a Mártonnal? Aki most jelenleg a börtönben van? Vagyis ki volt, hogy kellene mennem, és akkor mondtam, hogy egy ügyem vagyok, és most nem biztos, hogy fogok tudni menni. Igazából ez a történet így történt. Semmilyen kapcsolatban nem állok, csak hogyha kell védenem. Értem. Rossz, akkor félreértés volt, félre tájékoztattak. Menjenek akkor nyugodtan az ügy le. Sajnos nem aktuális letelt. Már nem aktuális. Az időkeret, ami előtt az ügyvédnek oda kell érnie a jogszabály szerint. Nelben akkor fegyvert és tárakat. Rendben. Bocsánat, van még egy hibásom. Salom, hallgatom. Igen. Örülök, hogy tetszik. Általában... Hallgatom. Ilyet csinálunk. Na, 3-at vettem ki. Vegyél többet. Oké. Persze, jelenleg itt vagyok a... Gyakorolni megyünk. Az irodába. De majd most... Akadt egy kis más elintézni valóm. A mai nap folyamán visszahívom, mikor aktuális lesz, és akkor tudunk találkozni. Szívesen, lejtről!
Bocsánat, a József, amit is kell alatt most csinálni, már most a gyakorolni megyünk. A lőfegyvert azt akkor hozzunk, mármint van nálam, csak hogy akkor tározzunk be, vagy... Be kellene, igen. Oké. Pusoljál már, Vito! Meg vagyunk? Igen. Igen, meg vagyunk. Rendben. Majd egy kis épület harcászatot fogunk gyakorolni, mert ránk fél. Nem azt mondták a rendőrök, hogy vissza, hogy lefoglalták az autót? De. Mert nincs ott. Akkor nem. Mondjuk van kint kettő autónk, nem? Ha minden igaz. Reméljük. Ha József felről csináljuk egy külön aktát, akkor nyissunk. A jelenlegi képű bizonyíték, vagy nem szükséges. Igazából van, de nem baj, ha ti is nyittok egyet. Rendben? Rendben. Jó van, Dino, jó éjszakát. Itt két napig, hogy aludhatnám már itt két napig, ember? Hát nagyobb vagy, mint a nappalink. Most azon gondolkozok, József, hogy a Márton állam miért hazudott magának kérteni a kiadott információt? Lehet azért, hogy rossz fénybe tüntesse fel az ügyvédulat. Jézus úristen, kurva élet! Káros kiesett. Jól vagy? Hát te, hogy? A Kalosz nem ismeri a biztonságjúvet. Rákönyököltem a kilincsre, bakker. Szokásom. Kösd be magad. Bár egyébként azért nem értem, mert amúgy igazából még... Szerintem nincs akadálya, nem. Csinálok majd kóser reggelit, meg ilyenek. És ahol nem tudhatják, hogy én hányom. De jó, ja, Bécs messzebb van tőlünk, mint... mint bármelyik magyar város. Ez így. Még sem voltam. Ja.
Hát akkor ügyvéd úr velem lesz. Á, tökéletes. Na, kifüstöljük őket, hogy van lesz. Most... Most rajtam van, vagy nincs? Jó, hát is egy védő. Mondjuk elméletileg rajtam van. Jó van, a következő lesz a szituáció. Ti lesztek a védők, rendben? Igen. Igen. Csak ez a rész. Csak ez a rész játszik. Csak ez itt, ez a kis terület? Igen, ez itt végig. Na menjetek. Szóljatok, ha indulhatunk. Rendben. Menjünk hát egy másik rádióra. Minek mész egy másik rádióra? Együtt gyakorlunk, nem? Csak hogy meglepetésszerűek lesz. Bocsánat, főleg ennek ez az egész folyosó egyenesen, vagy pedig? Igen. Rendben. Szóljatok, ha kész vagytok és indulunk. De figyelj, fedezz engem szemből, amíg fedezel. Addig átfutok oda a falhoz, utána én fedezlek téged, amíg bejössz. Ah, oké. Okay. Rendben. Mehet? Egy másodperc kérünk. Carlos itt nem tudom, hogy csinál. Mehet? Oszlopnál van szembe. Az oszlop mögött. Oszlata van. Pass meg! Kárdok, ez a folyosó játszik. Azt meg megint hátba lőttél. Vagy nem? Zsába. Hol van? Már csak az oszlop mögött? Gyerünk, közelebb, gyerünk! Fedezzük, menjünk! Épp lévés volt. Rendben, vissza!
Most fordítva gáz. Még nem indulunk. Tudom. Akkor ugyanúgy csak ez a folyosó játszik? Igen. Most te. Ez örömre szólál a József. Mi támadunk, vagy most ők jönnek majd? Várjál, mert most ott nem, hogy fordítva lesz. Mi megyünk oda és ti jöttök. Nem. Aloma lejko? Készen állnak? Menjetek már vissza a picsába, ki mondta, hogy jöhettek? Én kész vagyok. Üdvéd úr! Ahova én is kész vagyok, hogy játszák. Indulunk. Óriás killek. Egy kiesett. Félnök itt bújt. Nem bírom eltalálni. Vizor, te még játékba vagy? Haj, még igen. Győztünk. Ismét? De hát nem úgy volt, hogy csak ez az egy folyosó játszik. Maguk oldalról jöttek. Oldalról? De hogy mentünk oldalról? A kettőből kettőt leszettem. Hát mi honnan jöttek? Nem úgy volt, hogy csak ez egy folyosón vagyunk. Honnan lőtted le őket, ügyvéd úr? Pozícióból. Melyik pozícióból? Hát de azt kellett fejtjétek. Nem úgy volt, hogy csak ez egy folyosón vagyunk? Egy folyosón voltunk. Hát akkor honnan lőttél le? Honnan? Honnan? Kétlem, mert... Ja, hát nem, hát itt látom a fal mögött. Te honnan lőttél le? Igen, te bent voltál. De az ott már másik folyosó. Az már másik? Ja, hát akkor mehet, oda easy lesz úgyis. Na mindegy. Hát csak itt ez az egyenes. Jó, semmi baj, úgyis leszhatlak benneteket, mert még egyszer akkor. Most ledurrantatok? Most már érted? Én értem. Szuper. Nem, mert nem lőttetek meg. Rendben. No, mehettek. Cseréljünk megint, vagy támadtok ti? Támadjunk mi, ez így most egy kicsit nem volt fér. Nem volt fér. Rendben, menjetek akkor. Szólok, ha kijöhettek. Nem menj.
Gyertek! Indulunk. Kaptam, az szép volt. Ravasak voltak. Leszettem azt is a másodikat. Rendben, gyere, most mi fogunk támadni? Szeretnél bármit egy egész pályásat? Szerintem jó lenne egy... Big Vader? Egy teljes pálya? A taktikai szempontból jobb lenne? Hát létszám miatt gondoltam, hogy használjuk csak ezt a folyosót. De hát végül is bármikor vezethetünk egy ekkora helyre egyedül is. Hát igen, ilyen úgy volt a garázs is. Ha Balint kérnék szépen egy a támogatást ide a fejemhez. Támogatást? Persze. Én akartam. Ulyanben menjetek addig. Követlek főnököm. De ennél komolyabb mozit nem fogsz látni, Vito. Ami azt illeti van tervem. Aha, ott van. De a bal folyosóról mész, én meg a jobbról. Ó, innen is bal lehet menni? Ez szuper, oké. Na igen. Oké. Ó, egyébként jól lenne, ha külön rádióban lennék, és tudnának infózni. Bárkül? Jó nagy ez! Bálint erre! Pillanat! Cipőt? Részemről mehet? Rendben, felőlem is. Itt dolgunk. Ingyen pont. Ez
keci, ilyen nincsen! Lelőttem! Estem. Gondoltam. Lelullás a kill, izém a skillem. Rős utcában százas volt mindig. Figyelj, félnök, hogy sikerült legyúrani. Ez a felső nyereségünk, Bálint. Azt hiszem, hogy gyakorolnunk kell lőni. Hát meg kell, igen. Ügyvédőd? Ah, igen. Szabad? Ne, most. Már én már megutom. Megsegít kell. Persze. De ne ügyvédul, szólunk, ha jöhettek. Rendben. Te is? Oh, nem babába. Kész vagyok. Ó, én még stúrámet kérek. Indulhatunk? Még nem, még negatív. Ó, indulhatunk. Megyünk. Sajnos kiesett. Szavasz, Dino, jó éjszakát! Valami fényes. Nedben, menjetek, szóljatok, ha mehetünk. Nem találtunk el? Engem nem. Főnök? De jó vagyok. Nem mondja. De. Na, szerintem beülök a sarokba sírni.
Gyerünk, haladjunk, te miért lutnál el a bálét? Hova menjünk, főnök? Oh, hát ahova akartok. Igaz? Na, mentek rá? Megyünk, igen. Megyünk. Megyatek. Hát sincs jól elfogadni a másik irányba. Most mi lenne, hogyha együtt mozognánk? Lehet, bár. Szívem, 5 perc. Ha veszhetnénk azt a technikát, amikor a legelső... Ja, értelek. És utána nem kérdés. Fedezlek, míg mész forward forra, és akkor... Üdvözlöm, Magdagy úr. Hallgatom. Már nem aktuális, tudtam beszélni mással. Ez jó, rendben. Köszönöm, hogy ki volt, visszhal. Visszhal. Szóljatok, ha készen vagytok. Mondjuk ez mehet a facecam. Másodperc. Valami aljas módra fognak a gyalapot. Igen, szerintem is. Lehet, hogy gördeszkákon fognak ide csúszni. Csak kell lesz neked telefonálni valakivel. Jó, itt tudok. Rendben. Ha nem hiszem el, most majd engem hívnak. Oké, tiszta. Hát azon hátulok. Jössz egyen, ügyvéd úr! Szép, szagyú fókcsósak van. Majd van még a kettő? Igen. Eltaláltak? Lennének kérdéseim, hogy működik ez az ablak, de... Milyen fegyvereket? Elhinnéd rólunk, főnök, hogy ilyen terroristák vagyunk? Hát nem tudom. Hát rólad inkább. Ja. És gondolj bele, hoznánk egy aktatáskát, mondanánk itt van benne a pénz. Pénzt vagy életet? Jó, valami nem megy ez nekem. Akkor most... Mi támadunk? Most megyünk mi? Na, ezért kevesen vagyunk egyébként ez az egész pályához. Legalábbis nekem úgy tűnt föl. Hát én azért mondtam az egy folyosót. Maradhatnánk annál. Rendben, akkor legyen egy folyosós. Hát akkor én kész vagyok.
Hát ő... Igen. Micsoda? Nem tudom hova, de volt még egy csomó rösszerem, és most már nincsen. Nem tudom, hova tűnt. Az baj. Nem tudom, meglöktem véletlenül kijárati ajtót, aztán most meg nincsenek meg rösszereim. Ah, igen, az lehet. Igen, szép hogy, volt. Megkereste, hogy 0-tól 1-től 10-ig nagyjából mennyi életem van, vagy mennyi, mennyit bírok még. Mennyit bírok lőd még. Lőd már őket! Aztán terébe kapották egy belőle. Ez a headshot azért az, befigyel. Ez nekem elnyi volt. Vagy akinél van még lőszer? Már lehet vissza kéne menni. Visszafogtak az irodában. Oszta meleget! 26 van. 24, mindig homályos ez a szar, 28. hónapodat. Köszönöm szépen! Igen? Hát neked azért hagynál pára. Tessék. Carlos, nem akarsz valamit mondani arról a fejlődés kapcsolatban? Rohadj meg, utállak! Nincs ez a probléma. Szevasz, vadox, jó reggelt! Csak nem te is elszódítottál egy kicsit. Nagyon maradék kettő az enyém. Jól van, mi megyünk ki megvagyálták. Nem megy. Én is. 7:30 indítottam el a streamet. Aki leskelődik, agyon lövöm. Igen, én is ezen voltam. Letesztelünk valamit, kell egy perc, pillanat, egy perc. Egy perc, ez nagyon sok idő. Mondjuk akkor te jobban kialudtad magad. Jobban vagy? Na, mehet? Mindjárt, igen. Vissza a rádióra, meg előveszi fegyvereket, mehet. 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 Hát én szerintem kifutok a világból. Szavasz, Siriz? Miért? Mi történt? Meglöktem az ajtót. Nem sokon múlott, ügyvéd úr. Nagyon nagy mázista tud róla.
easy, too easy. Igen, az. Kivel beszéltek? Hát csak annyit mondtam, hogy ügyesek vagytok. Nem, de most akkor megint ugye se tárad? Igen. Na, szeretnék neked gratulálni. De figyelj már, Balint, mi a francot kerestél megint ott a kiáratnál? Hát én oldalról próbáltam támadni. Oh, az hiába a plan számomra. Ah, bocsánat, hogy nevetek, de a Balint hozod a kötelezőit. Ennyi, elfutamodik. Azt, hogyha élesbe lennénk, kiugranál az ablakon, csak hogy megmenekülj. Ah, valószínűleg ez itt lenne. Nálunk Arábiában ezt tudod, hogy gyutalmazzák? Én se tudom, mert nem ott születtem. Bálint? Igen? Ja, nagy volt a csönd. Megijedtem. Fényleg csöndben. Szava! Ali! Kétszer futott ki ez a szerencsétlen az ajtóhoz, kétszer bagolt el a lőszere. Nem, hát az a baj, hogyha célzok, akkor pont nem látszódik az ajtó. Na, persze. Hogy ja, megfutamottál, tudom én. Bálint, egyszer a fejedet nagyon elkes. Mi kell? Nagy karabé? Vagy milyen lőszer? Nem, sima pisztoly. Kis pisztoly lőszer. Pisztoly. Még csak nem is nagy tár, csak kicsi. Egy ilyen 1500... Jó. Mennyi egy 5 tár elmehetett? Nem? Hát... Tipre egy 10-15 biztosan. Ő bazd mennyi 5 kapsz? Remek. Ja, kapsz 5-öt, az többet nem menj ki azon a kurva ajtót, csak ha vegyük haza. Rendben. Mostantól kárt megy jobb oldalt. Menjünk lop. Elvileg megkaptad, nézd meg légy szíves az inventory-t. Igen, megkaptam. Köszi szépen. Köszönjük. Csáó. Csáó. Hello, hello. Csumizolt a soms. Na. Rendben akkor most ugyanígy. Csak most már végig is játsszuk. Bár itt, ha lehet, hanyagold a jobb oldalt. Úgy lesz. Kész. Kész vagyok. Kész vagyok. Ki az egy fej, egy headshotot? Utállak csak, hogy tud. A sasszer! Szevasz, Lucy, mi a helyzet? Hogy vagy? Mondd, ma gondoltam rád, hogy rendbe jött a kezed. Vagy mi van? És kaptam. Tessék? Mondom, csak annyit mondtam, hogy az szép volt, bár nem is kaptam. Innen kaptad. De
Azt már néztem, hogy az a taktikát főnek, hogy elbújsz ide, aztán az amikor már visszaértünk. Hát vagyis nem minden kaptad, hanem onnan. Most mindenki az ügyvéd úr ellen. Eljött a mi időnk. Az arab ebédségek fölkelnek, rázadjuk testvéreim. Ennyi. Jó, menjetek is tovább, meg! Gyere, ügyvéd úr! De semmit nem tudok, gyógyszer nem segített eddig. De rosszabb a helyzet? Jó, gyere tovább, ügyvéd úr, megy, 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 nem állunk meg most már. Hallasz? Jövök Arthur oda, Bálint. Többet észel, mint elővel, én mindig ezt mondom. Basszus, ne haragudj! Vannak hiányosságaik, szerintem. Mindenki ellen! Tényleg kiment? Tényleg kimentél? Hi,
Hihetetlen! Hihetetlen! Paskán Józsi. Egész pályás, mindenki álljál. De már csak két tárra maradt. Hát lehet, már beosztjuk. Jó volt ez a csoportosulás. Nem jó a bot? Most mi van? Nem? Milyen bot? Na ott van! Dilo, két linket is kaptál. Jó a bot. Működik az a bot. Amikor kapogtattam. Hát jó, jó volt amúgy. Jó jött ki. Látod, Sina, milyen veszélyeknek vagytok? Nem sárra a gurét, hogy itt nagyon most mérod állná. Jól vág. Így is. Mi a geci van már? Bini, köszi a követés, szia! Te még nem követtél engem? Na jól van, menjünk a picsába. Elmegyünk egy öltözőbe, vagy a irodánál, vagy hát az irodánál. Irodá. Jó, mert csak amíg az... valaki meglátna, hogy azt higgye, hogy valami rosszba sántik el, József. Hát most, ha meglát valaki, akkor megmondjuk, hogy hol voltunk és mi csináltunk. Jó van. Amúgy ez jó hely, csak kéne hozzá fegyver. Nem fegyver kéne hozzá, tudás? Nem. Az kell hozzá, az hiányzik. Azt az utolsó, mondani, az utolsó meccsünk, József azért valamik. Kitek vagyunk, ugye? Kik? Ja, József? Ah, jó, József, persze. Hát igen, az egy szép lövés volt.
De az is szép volt, amikor megnyertem egyedül az egész meccset. Lényegében... Hát köszönöm szépen a rédet! Én dropping tesztet szeretnék. A sárnék a lényeg, nem a fontos. Most miért? Volt kör, amikor meg 5 másodperc alatt kilőttetek. Az a baj, hogy az Iron Gun nagyon-nagyon hardikán van nyitva. Én nagyon szívesen elmennék a Paragusztán gyakorolni. Úgy érzem, hogy ezt nem így akartad. Csak engedjék kell hozzám. Hát valóban tényleg nincs ennyi fese, ha. Az én időmben... még nyitva volt minden nap. Oda jártam eladni a rezet meg a mindent. Azt mostanában már megfiatalodtak ottan, azt nem de járnak be dolgozni. Ú, az király. Van már valami belőle mutatóba? Köszönöm szépen, jó éjszakát, szia! Józsika fején van valami. Lőcsebb, vagy nem tudom. Egy kimeneti nyílás. Jó van, én most itt kemény munkába kezdek, úgyhogy elsötétítek. Ne zavarjatok majd. Rendben. Nektek pedig jó éjszakát, gondolom ti nem dolgoztok egész hétvégén, mint én. Na, de hogy nem. Gondoltam, akkor jó pihenést nektek. Sziasztok! Jó pihenést! Jó éjszakát! Ha jól szik, ami megyünk még körül, nézünk a városba. Na! Hát ez ma ilyen... ilyen foltozó stream volt. Kifoltoztuk a péntek estét. Rosszavasz. Megmondom őszintén, voltak terveim. Amúgy, hogy... hogy mit kéne, meg hogy kéne, de egyedül kevés voltam hozzá, és gyakorlatilag nem volt sok segítségem, sajnos, úgyhogy nem tudtam megcsinálni, amit terveztem, úgyhogy ez ma így sikerült. Most majd lesz ez jobb is, kezdő vagyok, úgyhogy van mit tanulnom. Az ügyvéd úrhoz átmegyünk, srácok. Aki szeretne jönni, az jöjjön. Aki nem, az tud menni Malkovhoz. Bobbyhoz. Illetve Azethez is. Aki jön a réddel, az jöjjön. Aki nem, annak jó éjszakát, jó szórakozást. És köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk, Csumika. Jó ét. Yo, if you don't already know, this song right here is called Tommy T. The man them are here to take over. You already know the fucking vibes. Come on now, you know what I'm saying? Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now making money moves properly.
Yo, don't know about me, I'm keeping it real. Golden boy in the building, educate all of them man on drill. I was on stage and I had that still. My team's got serious members, and if they shoot, they aim to kill. On stage trying to cash out deals, and the gem man put out the macro spill. And arrive at a ting, my waist that's casual. If two men hop out the bush, one bullet's gonna make them feel that collateral. In the back of the 125, I'ma jack your creps, I'm a real shoe vandal. And if you're in need of a ride, then your broadcast better be calling up Abdul. And if I'm